elszámolás, érkeznek a számlák, kiderül, hogy a nyírtávhő ügyfelei pénzt kapnak vissza, vagy még fizetnek a szolgáltatónak. Energetikai korszerűsítés. Hamarosan befejeződik a Tündérkert keleti óvoda Koszorú úti telephelyének 31 millió forintos fejlesztése. Kezdődik a felderítés. Drónokat és helikoptert is használ a megyei önkormányzat a parlagfüves területek felderítéséhez. Érkeznek az elmúlt fűtési idényről szóló elszámolások, a Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A nyírtávhő 30 millió forintot juttat vissza a fogyasztóknak, de mindig vannak olyanok is, akiknek plusz összeget kell befizetniük. A cégnél közben elégedettségmérés is zajlik. 4000 nyíregyházit kérdeznek meg elsősorban a szolgáltatásaikkal és hiba bejelentésükkel kapcsolatban. Érdemes lesz sűrűn belenézni a postaládákba a következő napokban. Elkészült az előző fűtési szezon elszámolásaival a nyírtávhő, amelyeket első körben július végéig a közös képviselőknek küldenek ki, akiknek innentől 8 napjuk lesz arra, hogy jóvá hagyják, esetleg módosítsák azokat. Ha ez megtörtént, akkor kerülhet számla formájában a fogyasztókhoz. Nagy meglepetésre nem kell számítani az ebben szereplő összeggel kapcsolatban, miután az elmúlt téli időjárása hasonló volt az előzőhöz. A 2017-18 egy meleg év volt, hiszen a tavalyi évben, ha jól emlékszel, a fogyasztóink is emlékeznek valószínű rá, áprilistól már nem fűtöttünk. Ugye egy viszonylag enyhe tél volt, és az idei tél sem volt hidegebb, de jóval hosszabb volt, hiszen még május végén is fűtöttünk. Emiatt a két időszak majdnem hasonló, emiatt van az, hogy a fogyasztóink közötti elszámolásban a szaldó körülbelül 30 millió forint, tehát ennyire lecsökkent, nagyon kevés visszafizetni valónk van, mert jó voltak azok az előlegek beállítva. Tehát ezek az elszámolások legkésőbb augusztus végéig megtörténnek. A 30 millió forintos összeg az, amit visszafizet a cég a fogyasztóknak. De persze lesznek olyanok is, akiknek plusz pénzt kell befizetniük. Ők valószínűleg azok, akik még május végén is fűtöttek. Közben más folyamat is zajlik a nyírtávhőnél. Mivel fontosak számukra a visszajelzések, augusztus közepéig 4000 fős mintán keresztül mérik az elégedettséget. Ezt két évente kötelező is megtenniük, így már van tapasztalatuk ezzel kapcsolatban. Alapvetően én úgy gondolom, hogy már évek óta jellemzően, mivel nincsenek üzemzavarok télen, fogyasztóink a szolgáltatásunkkal általában azt mondom, hogy elégedettek, tehát 4-es fölötti osztályzatokat kapunk. Amit látunk, hogy jobban oda kell figyelnünk, az elektronikus ügyiratkezelés, az elektronikus számlázás. Fogyasztóink nem ismerik ezeket a módokat, nem tájékozódnak, nem keresik eléggé a weboldalunkat, ahol gyakorlatilag minden információ megtalálható. Hát ezt kell fejlesztenünk mindenképpen ügyfélszolgálatunkon keresztül. A felmérés 8 diák segítségével végzik. A lezárulta után pedig kiértékelik a válaszokat, és ennek függvényében módosítják vagy alakítják át azokat a folyamatokat, amelyek a visszajelzések alapján nem megfelelőek. 17 óvoda és egy bölcsöde újul meg Nyíregyházán több mint 1 milliárd forintból ebben az évben. Az egyik ilyen intézmény a Tündérkert keleti óvoda, Koszorú úti telephelye, amelynek 31 millió forintos kivitelezési munkái a végéhez közelednek. A korszerűsítést két csoport óvodás és 6 dolgozó fogja majd élvezni. Most még csak egy egyszerű tető fedi a Tündérkert keleti óvoda Koszorú utcai telephelyét, a napokban azonban napelemes rendszer telepítenek rá. Ez is része a 31 millió forint összértékű teljes energetikai korszerűsítésnek. A beruházás részeként már elkészült a homlokzati és lábazati falak hőszigetelése és a padlásfödém szigetelése, valamint a külső nyílászárókat is kicserélték. Gyakorlatban ez energetikai megtakarítást fog jelenteni, ami a jövőnk szempontjából nagyon fontos, hiszen a fenntarthatóságot, energiatakarékosságot hivatott majd ez a projekt biztosítani. Tehát a napelemes rendszer is ki van számítva az éves fogyasztás, és ez alapján történt ennek a tervezése. És bízunk abban, hogy a gyermekeink már ezt látják, hogy erre is oda kell figyelnünk, hogy energiatakarékosan gazdálkodjunk az eszközeinkkel, illetve felhasználjuk a természet energiáit.
A korábban egy csoporttal működő óvoda a 2000-es évek elején két csoportosra bővült, hiszen egyre több gyermek van a körzetben, akiket a szüleik a legközelebbi óvodába szeretnének beiratni. Így most már 50 férőhely várja a kicsiket, akikkel 6 dolgozó foglalkozik. Ez a fajta bővülés is szükségessé és időszerűvé tette az intézmény felújítását. Ez a nagy csomagunknak a része, ez 1 milliárd 134 millió forintot jelent mindösszesen, mert 7 óvodánál pedig teljes korszerűsítés zajlik, és én azt gondolom, hogy ezzel talán 2-3 óvoda maradt ki bölcsőde, ami a következő évre húzódik át, elérjük a célunkat, és hát azt remélem, hogy ennek leginkább haszonélvezői azok lesznek, akik itt vannak, a gyerekek keresztül a szülők és az óvónők, és ezzel tulajdonképpen én azt gondolom, hogy olyan 30 évet behoztunk Nyíregyházán, ami az óvodák bölcsődék állapotát jelenti. Ilyen formán 10 óvoda energetikai korszerűsítése, 7 óvoda komplex korszerűsítése és egy bölcsőde felújítása történik meg 2019-ben a megyeszékhelyen. Újabb 10 porrazzia startolt el az utakon, vasárnapig a nagy teherautókat és az autóbuszokat ellenőrzik fokozottan a rendőrök. Elsősorban a vezetési és pihenőidővel, valamint a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását vizsgálják. Ez azért fontos, mivel nagy járművekről van szó, akik nagy súllyal közlekednek az úton, a vezetőktől nagyobb odafigyelést igényel egy ilyen jármű vezetése. Ezért nagyon fontos, hogy betartsák azt a pihenőidőt, illetve vezetési időt, hogy ne legyenek fáradtabb, tudjanak koncentrálni. Minden esetben ellenőrzik az ittasságot, a járművek érvényes okmányait, átvizsgálják a járművet, esetlegesen más jogsértésre utaló gyanút keresnek. A gazdasági növekedésnek és a nagyobb belföldi, valamint tranzitforgalomnak köszönhető az idei első fél évben befolyt rekordösszegű útdíj, közölte a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT igazgatója. Az útdíj bevétel emelkedésében szerepet játszottak az új ellenőrzési módszerek is, amelyekkel hatékonyabban tudnak fellépni a szellemkamionok és a külföldi sofőrök ellen. A szabálytalanságok 77%-át külföldiek követték el, de a fokozott ellenőrzésnek köszönhetően a rajtuk behajtott pótdíjak összegét 84%-kal emelték egy fél év alatt. Az elmúlt évek adatai egyébként azt mutatják, hogy a magyar sofőrök egyre szabálykövetőbbek, és a külföldi szabálytalanságok növekedése is megállt. Az útdíjból befolyt összeg törvényben garantált célja az utak karbantartása és felújítása. Hamarosan megkezdődik a parlagfüves területek légi felderítése a megyében. Idén már drónokat is használ a megyei önkormányzat, augusztus hónapban pedig helikopteres ellenőrzést kezdenek a szakemberek. A földtulajdonosok vagy használók 15 000 forinttól egészen 5 millió forintig terjedő bírsággal is számolhatnak, amennyiben nem tesznek eleget parlagfűmentesítési kötelezettségeiknek. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy a parlagfűvel fertőzött táblák felderítése folyamatosan zajlik szerte a megyében. A parlagfűvel fertőzött területek régi felderítése is hamarosan megkezdődik, amelyet drónokkal, valamint augusztus hónapban helikoptert is bevetve végeznek a szakemberek annak érdekében, hogy minden parlagfűvel fertőzött terület feltárásra kerülhessen a megyében. Ezért fontos felhívni a gazdálkodók figyelmét, hogy ne mulasszák el a parlagfű elleni védekezési kötelezettségüket, illetve ne halasszák későre a használatukban lévő területek művelését. A betakarítást követően a kalászos tarlókon a gyomok, köztük a parlagfű nagy mértékű gyors fejlődése várható a csapadékos időjárás miatt. A határszemlék során a fertőzött tarló területek felderítése az első között szerepel. A közérdekű védekezés elrendelésének és az ezzel járó szankciók elkerülésének legjobb módja a tarlóhántás megfelelő minőségben történő elvégzése. A nem megfelelően gyomírtott kultúrákban, táblaszéleken, mesdjéken, önkormányzati utakon, ugaroltatott területeken,
Zárt kertekben és belterületi ingatlanokon is el kell végezni a kasszálást és a gyomírtást. Belterületeken az illetékes jegyzők kezdeményezhetnek eljárást, és rendelhetnek el kényszerkasszálást, amennyiben erre szükség van. A felderítés során a földhivatali mezőgazdász vagy az önkormányzat jegyzője a parlagfüves területeket beméri, jegyzőkönyvezi és lefotózza. Ezek a dokumentumok a későbbi eljárás lefolytatásához szükségesek. A felvételezés során a nem művelt, ugaroltatott parlagfüves területeket is rögzítik. A nem megfelelően gyomírtott kukorica, napraforgó dinnye és burgonya táblákban található foltokat, táblaszéleket is jegyzőkönyvezik. Az eljárás megindítását követően, jogszabálysértés esetén, a parlagfüves terület nagyságától függően 15 ezer forinttól egészen 5 millió forintig terjedhet a növényvédelmi bírság, valamint az eljárás költségét is a földfelhasználónak vagy a tulajdonosnak kell megfizetni. A parlagfűmentesítés mindannyiunk közös ügye, ezért arra kéri az önkormányzat a földterületek tulajdonosait és használóit, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet a parlagfüves területek felszámolására. Három gyermekes lokálpatriótaként mutatták be a Szövetségben Nyíregyházáért jelöltjét a 9-es számú egyéni választókerületben. Kockás László 50 éve él Nyíregyházán, itt is született, építészmérnökként végzett Debrecenben, viszont a rendszerváltás óta biztosítási területen dolgozik. Célja, hogy a város egységes és élhetőbb legyen a jövőben, hangzott el a keddi sajtótájékoztatón. Mindenképpen fontosnak tartom a szövetség együttes munkáját, mint ahogy mondtam, a szomszédos körzetekkel is azok a képviselőjelöltjeivel való együttműködést. Én úgy gondolom, hogy Nyíregyházán azt, hogy most ilyen körzet, olyan körzet van ugyan, de mégis egy egységes Nyíregyháza lenne az a cél, ahol egy élhetőbb és tényleg lakható várost jelentene. Újabb játékos kötelezte el magát a Nyíregyháza Blue Sharks csapatához. A legutóbbi szezonban az élvonalbeli TF Budapest együttesében szereplő Szobi Dániel a következő bajnokságban a Kék Cápáknál játszik majd. Egy légiós kivételével így teljes a nyíregyháziak játékos kerete. Ahogy közeledik a felkészülés kezdete, úgy tűnnek el a kérdőjelek a Kék Cápák játékos keretét illetően. Az már korábban kiderült, hogy Brúgós Olivér és Dancsés András Nyíregyházán folytatja pályafutását, mostanra pedig az is biztossá vált, hogy Szobi Dániel is a Blue Sharks szerelésében tölti a következő szezont. A 30 éves, 197 cm magas, 1-es, 2-es és 3-as poszton bevethető kosaras a legutóbbi szezonban az A csoportul búcsúzó TF Budapest csapatában szerepelt. Nagyon örülök neki, hogy sikerült megegyeznünk vele, és a következő szezonban nálunk fog játszani. A képbe kerüléséről annyit, hogy már a TF A csoportból jutása előtt is gondoltam az ő játékára. Sajnos nagyon ügyesen játszott akkor, amikor mi Győrben a Hepkupa elődöntőjében kikaptunk tőlük, ők pedig később megnyerték a Hepkupát, és alapvetően már abban a bajnokságban nyújtott teljesítmény alapján is figyeltem őt, de mikor fölkerültek az A csoportba a TF-el, akkor egyértelmű volt, hogy fölösleges keresni, és éppen ezért nem is indítottam semmilyen megmozdulás az irányába. Viszont most ebben az évben a TF A csoporttól való búcsúzása után szerettük volna, hogyha egy picit sikerül felfrissíteni a csapatunkat, illetve azért egy másik apropó is, a néhány játékosunk távozása is szükségessé tette azt, hogy nézzünk egy kicsit szét a hazai piacon, és úgy gondolom, hogy ő egy olyan játékos, aki illeszkedni fog a mi csapat szerkezetünkbe, és nem csak a szerkezetünkbe, hanem a csapat hangulatába is, és a játékával szerintem mindenféleképpen előre fogja mozdítani a csapatunknak az eredményességét is. Szobi érkezésével gyakorlatilag kialakult a Kék Cápák kerete, amelyhez egy légiós csatlakozik a későbbiekben. A játékosok számára a hétvégén véget ér a pihenő. Jövő héten kezdődik egy képzőtábor, ami most már harmadik éve csinálunk az utánpótlás játékosokkal, ahol már a felnőtt játékosok is részt vesznek a képzésben, de igazából jövő hét közepén kezdődik a felkészülés, először is tesztekkel, felmérésekkel, és utána kezdjük el igazából a munkát a következő héten. Nem fogja mindenki csatlakozni, akik még a válogatottak voltak, ugye a Sitku Marci, illetve a Dancsés András, ők később jönnek, illetve a Mokászki Máté. Körülbelül egy augusztus közepére lesz úgy meg a csapat, hogy mindenki készen áll a felkészülésre, és utána majd jönnek augusztus vége fel az edzőmeccsek.
Az első meccset Debrecenben a Vasas ellen játsszák a nyíregyháziak, majd egy szlovákiai túra következik. A többi felkészülési mérkőzés még egyeztetés alatt áll a lehetséges ellenfelekkel. A címvédő nyíregyházi Real Tate csapata nyerte a 8. sóstói strandfoci tornát. A 4 női induló közül a nyíregyháza Spartacus bizonyult a legjobbnak. Az ország legnagyobb 4 napos strandfoci rendezvényén összesen 44 csapat lépett pályára. Amikor a szervezők életre hívták a sóstói tornát, nem gondolták, hogy néhány év elteltével limitálniuk kell a résztvevő csapatok számát. Az elmúlt hét második felében lebonyolított 8. rendezvényre már hetekkel korábban elkelt minden hely. 5 megye 17 településéről érkeztek a csapatok, a játékosok közül többen a családi nyaralással kötötték egybe a tornát. A főszereplő persze a homokos borítású pálya és a labda volt, csütörtöktől kezdve vasárnappal bezárólag közel 100 mérkőzést láthattak az érdeklődők. A legjobb tornát tudjuk most már magunk mögött, hiszen óriási közönség siker volt, több mint 5000 ember látta 4 nap alatt a tornánkat. Hála Istennek nem volt egyetlen egy sérülés, se kiállítás is, csak 3 volt apró butaságok miatt, és óriási mérkőzéseket láthattak, akik kilátogattak. 4 napon keresztül, hiszen 95 mérkőzés zajlott, ebből még ezen kívül 4 női mérkőzés is volt, ez volt a nyitány, amit a nyíregyházi Spartacus csapata nyert meg. A férfiaknál 41 ütes lépett pályára, közülük a címvédő Real Tate Kft. Csapata bizonyult a legjobbnak. A Real Tate Kft. Csapata 5 alkalommal nyerte már meg ezt a tornát, különböző időszakban 2-szer, most viszont egymás után 3-szor, így náluk marad a serleg. Hát ők játsszák itt a megyébe a legjobban ezt a játékot, ezt bebizonyították Tiszaosváriba is már 2-szer, de Nyíregyházán, mondja, hogy említettem, 5-ször. Nagyon komoly specialisták vannak a csapatban, és hát kitüntető dolog volt számomra az, hogy a döntőbe bekerült egy olyan csapat, Standox Junior néven, amelyben apák és fiúk szerepeltek, óriási nevek, hát hiszen a megyében mindenki ismeri őket, hogy mennyi tettek le a zöld gyepre az életük során, valamíg a pályafutásuk során. Ádámszki, Robi, Márton, Pisti, Homan, Ricsi, Balogh Gyula szerepeltek ebben a csapatban, és a nagy dolog az volt, hogy a fiaik is a csapatban voltak. A döntőben 4-1-es győzelmet arató Real Tate és a második, Stanzok Junior mögött a Ballabau cigánt végzett a harmadik helyen, miután 3-1-re verte az Offside Sport Café-t. A gólkirályi címet az Offside Sport Café csapatában szereplő Balázsi Péter szerezte meg, a legjobb kapusnak a Stanzok Juniorban védő Ádámszki Róbertet, a legjobb játékosnak pedig a Real Tate csapatát erősítő Kovács Róbertet választották meg a szakemberek. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. A végéhez közelednek a Tündérkert keleti óvoda Koszorú úti telephelyének korszerűsítési munkálatai. A 31 millió forintos beruházás részeként megtörtént az intézmény teljes szigetelése és a külső nyílászárók cseréje, a napokban pedig egy napelemes rendszert is kiépítenek. A felújítás a nyíregyházi önkormányzat 1,1 milliárd forintos projektjének része, amelynek keretében 17 óvoda és egy bölcsöde újul meg. Érkeznek az elmúlt fűtési idényről szóló elszámolások, amelyeket először a közös képviselők, majd augusztus végéig a fogyasztók is megkapnak. A nyírtávhő 30 millió forintot juttat vissza a fogyasztóknak, de mindig vannak olyanok is, akiknek plusz összeget kell befizetniük. A cégnél közben elégedettségmérés is zajlik. 4000 nyíregyházit kérdeznek meg elsősorban a szolgáltatásaikkal, hiba bejelentésükkel kapcsolatban. Hamarosan megkezdődik a parlagfüves területek légi felderítése a megyében. Idén már drónokat is használ a megyei önkormányzat, augusztus hónapban pedig helikopteres ellenőrzést kezdenek a szakemberek. A földtulajdonosok vagy használók 15 000 forinttól egészen 5 millió forintig terjedő bírsággal számolhatnak, amennyiben nem tesznek eleget parlagfűmentesítési kötelezettségeiknek.
Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták július 23-án, kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra. Felszakadozik, csökken a felhőzet, majd gyengén felhős idő várható. Egy-egy helyen futó zápor előfordulhat. Az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik, majd éjszaka mérsékelt változó irányú szél lesz a jellemző. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 fok körül alakul. Szerda estig felhős idő valószínű, hosszabb, röviden napos időszakokkal. Egy-egy helyen futó zápor előfordulhat, az északi szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 fok körül alakul. A következő napokban igazi strandidőre készülhetünk. A nappali felmelegedés mértéke északkeleten is erősödik, így az ország zömén 30 fok körül vagy per fokkal a felett alakul a csúcsérték. A meleg idő mellett pedig túlnyomóan napos időben bízhatunk, és csupán kevés helyen fordulhat elő egy-egy frissítő zápor, esetleg zivatar.